Mivel a Blue Sharks több játékosa a vasárnapi bajnoki után hétfőn egyetemi meccset játszott, a megszokottól eltérő összeállításban kezdett a hazai csapat. Az első negyedben 13 pontos előnyt szerzett a házigazda, a második 10 perc már kiegyenlítette volt, de két pontot hozzá tudtak tenni előnyükhöz a nyíregyháziak. Fordulás után elkezdett nyílni a két csapat közötti olló, a záró negyed előtt már 30 ponttal vezettek a kosarakra szépen elosztó kékcápák. A mérkőzés hajrájában csak az volt a kérdés, hogy meg lesz a 100 pont, végül Mokászki büntetőivel a bűvös határt is átlépte a Nyíregyháza, amely magabiztos sikerrel szerezte meg 7. bajnoki győzelmét. Az elején a mérkőzésnek azt mondtuk el a fiúknak, hogy komolyan vegyék a mérkőzést, az első negyedben megoldottuk ezt, mert 7 pontot kaptunk, a második negyedben egy kicsit leengedtünk, aztán fél évvel elmondtuk a fiúknak, hogy még többet kell ez tenni ahhoz, hogy nyerni tudjunk, de úgy gondolom, hogy végig uraltuk a mérkőzést, és megérdemelten nyertünk. A hazaiak irányítója, Bús Iván annak örült, hogy a nagy különbség ellenére is végig koncentráltan játszott a hazai csapat. Szerettünk volna mindenképpen úgy hozzáállni a találkozóhoz, hogy komolyan veszik a Békés csapatát, mert nem képviselnek szerintem annyira gyenge játékerőt, mint ami a tabellán elfogadott helyezés mutatja. Felpörögtünk, szerintem jól kezdtük el a meccset, és régi nagy hibánk volt sajnos, hogy az ilyen mérkőzésekbe képesek voltunk belealudni, és nem úgy hozzáállni, hogy kellett volna, és sokszor szoros végeredmény lett, de most hál' Istennek nem így történt. A vendégek edzője szerint papírforma eredmény született, amihez az is hozzájárult, hogy csapat a gyengében játszott az általa elvártnál. Hát ezen a mérkőzésen mindenképpen a Nyíregyháza volt az esélyesebb, ennek ellenére úgy jöttünk ide, hogy megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani. Valóban a második negyed volt az, amikor partiba voltunk, a másik háromban mélyen a játéktudásunk alatt játszottunk. A kék cápákra még két mérkőzés vár ebben az évben. Vasárnap a MEAFS Miskolc csapatát fogadják Búsik, majd jövő hétvégén a listavezető Veszprémhez látogat a Blue Sharks.